HÉV elsősorban személyszállítással foglalkozik, de üzemi célra vasúti teherszállító járművel is kell rendelkeznie. A kisebb pályakarbantartási munkákat ezekkel a kocsikkal lehet elvégezni. Nem csak a HÉV szerelvények, hanem a dozátorkocsik felett is eljárt az idő. Speciális vizsgálatnak kell alávetni a hatalmas vasszörnyeket, amire a HÉV bizony nincs felkészülve. Ezért külső járműjavítóba kell eljuttatni őket. Március 8-án Cinkotáról indult járatunk majdnem az osztrák határig. A dozátorkocsik már Szombathelyen vannak azért, hogy nyáron zavartalanul megkezdődhessenek a pályakarbantartások, így 2021-ben is vállalni tudjuk a 99,7%-os pontosságot. Vajon hány nap kell, hogy a dozátorok elkészüljenek? Óra,